Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 29-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre is kivetem a kártyát. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő tervei, és mik az ő gondolatai. Itt ez a felső kártya azt jelzi, ez a kettes szám mutatja ezt, ő keresi a kapcsolatot hozzátok. Előfordulhat az is, hogy szeretne aláírni egy szerződést. Minden rendben van. Ami viszont zavarja a dolgokat, hogy itt, ezen a helyen nem két személy van, mint például ti és ő, hanem itt látható egy harmadik személy. És ez a harmadik személy, ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is, figyeli az eseményeket, de úgy a háttérből. Viszont ez a kártya az ő gondolatait mutatja, tehát ő elgondolkozik ezen, ő tudja ezt. Nem közli ezzel a háttérben lévő személlyel, hogy ő tud mindent, de biztosak lehettek abban, hogy ő ezt észrevette, hogy valaki figyel benneteket. És ha szerződésről van szó, akkor is figyel mindent, mert nagyon kíváncsi. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei, ezt mutatja itt ez a kép, ő vágyik egy utazásra. Ez az utazás lehet egy belső út is. Ez a hajó szimbolizálja a reményeket. Ő reménykedik abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. A hatos szám mutatja múltat, gyakran ilyen kármikus témákat. Ugyanúgy, mint ez a kereszt is, amikor a sors utak kereszteződnek. Ő érzi ezt, hogy itt egy mély szerelemről van szó, egy kármikus kapcsolatról. És azt közli veletek, mutatja itt ez a kártya. Újra a kettes szám, ti és ő. Ugyanúgy, mint itt. Amit még közöl, hogy szeretne veletek találkozni, szeretne veletek valamit megbeszélni, mert ezek a kartok mutatják a találkozást, és mutatják a levegő elemét. És a levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt. A napi kártya itt arra utal, hogy most minden olyan hibátlanul alakul, vagy az, amit ő most közöl veletek, az a valóság. Ő nem csap be most benneteket, hanem abban, amit ő most mond, abban megbízhattok. A jó indulatában is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást,
Ez egy videófelvétel AL néven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!